Mint minden kutyamenhelyen a Dombóvánén is égtelen csaholás fogadja a látogatót. Közel 200 kóborállatnak ad helyet a menedék, vagy fogalmazhatjuk úgy is, hogy utolsó esélyt arra, hogy gazdára találjon. Van itt fajtiszta németjuhász, bustekintetű szetter és megmondhatatlan fajtájú keverék, no és harci kutyák garmadával. A telep nem csak a város, hanem annak 20 kilométeres körzetéből is fogadja az ebeket. A telepet a Help Dombóvári Egyesület működteti, bevallásuk szerint napi nehézségek árán. A Help Dombóvári Egyesület most már több éve, lassan 10 éve jött létre azért, hogy a dombóvári gyepmesteri telep kutyáinak ne kelljen elaludniuk, mert ugye ma a magyar törvények értelmében a gyepmesteri telepre bekerült kutyák, akiknek nem kerül elő a gazdájuk, vagy lemond róluk a gazdájuk, azok 14 nap karantén után altathatóak lennének. Ilyenkor jön a Help Dombóvár Egyesület, aki ezeket a kutyákat átveszi gondozásba, és gyakorlatilag ilyen menhely jelleggel gondozzuk a kutyákat, és próbálunk nekik gazdát keresni. Nem mindig sikerül. Telítve vagyunk gyakorlatilag staffikkal, bulltípusú kutyákkal, akiknek ugye az örökbeadása hát meglehetősen problémás. Ugye más kutyákkal nem nagyon jönnek ki, és ahova tudnánk őket örökbeadni, azok általában olyan emberek, akiknek van másik kutyájuk, és nem tudják így befogadni őket. Van egy nagyon-nagyon jó partner szervezetünk Németországban, a TIN, akik elég rendesen felkarolták ezt az egyesületet, illetve Magyarországon többet is. Mert hogy Magyarországon javarészt a tapasztalatok azt mutatják, csak kölyök kutyáknak van igazi esélye arra, hogy befogadó családra leljenek. Az idősebb, problémásabb kutyákra az altatás vár a legtöbb esetben. A gyepmesteri telep állandó teltházzal küzdik, és a kennelek állapota sem volt igazán kielégítő. Nagyon-nagyon rozogák, rosszak voltak ezek a kenelek, és akkor itt kellett valamilyen segítség nekünk, mert ugye, mint bármilyen másik állatvédelmi egyesület pénzünk, az soha nincs. Adományokra vagyunk utalva, gyakorlatilag állandóan kunyerálni kell, élelemért, pénzért, főleg pénzért, mert ugye horribilisek az állatorvosi költségek is, mivel hogy ugye a kutyák állandóan úgy kerülnek be, hogy nincsenek csipelve, nincsenek oltva. Hiába 8 éve van az a törvény, hogy minden kutyát ugye transponderrel el kell látni, hogy be tudjuk legalább azonosítani, hát sajnos ez nem jön össze. Éppen ezért kért az Egyesület segítséget Dombóvár városától, akinek, mint minden önkormányzatnak, kötelezően ellátandó feladata a kóborkutyák befogadása és elhelyezése. A kötelezően ellátandó önkormányzati feladatról is beszélünk, úgyhogy itt a jószívűség mellett azért kötelező feladatokról is beszélünk. Engem megkerestek a HELP, illetve a TIN Alapítvány Egyesület helyesebben részéről, hogy segítsek ebben a fejlesztésben. Ők nagyon sok anyagi eszközt nyújtottak, viszont nekünk is ehhez mind az önkormányzat részéről, mind pedig magánszemélyek részéről hozzá kellett tenni további támogatásokat, és ennek eredményeképpen 12 darab nagyobb kenel a nagyobb testű kutyáknak, és 16 darab kisebb a nyilvánvalóan kisebb testű kutyáknak elkészült, valamint új karantén kerítés került kiépítésre, ezen túlmenően pedig az eddig szánalmas állapotú 10 darab kb. Egyszer 1 méteres rendkívülös állapotú karanténkenek lebontásra kerültek. Terveink között szerepel még mobil illemhelység, ugye ne csak a kutyusoknak legyen jobb, hanem az itt dolgozó önkénteseknek, dolgozóknak is a helyzete, valamint tervezzük még új kerítés és 4 darab új kifutó megépítését, ugyanis azt is fontosnak tartjuk, hogy a kutyák ugye egész nap be vannak zárva, hogy abban a kevés időben, ami ki lehet őket engedni, akkor is komfortosabban érezzék magukat. Felmerült a lehetőség a telep bővítésére, de Németh Imre alpolgármester azt mondja, nem ez a megoldás, hanem elképzeléseik szerint az a projekt, ami a telep modernizálásával egy időben indult. A TIN alapítvánnyal, és ebben is volt szerencsém részt venni, mivel sokkal drágább kenelt építeni, mint kutyát ivartalanítani, úgyhogy tavasz folyamán egy ingyenes ivartalanítási akciót is hirdettünk, amiben szintén az önkormányzat részvételével több mint 60 kutya került ivartalanításra, és azt gondolom, hogy ez a jövő titka, hogy nem kenelt kell építenünk és itt kell bővítenünk, hanem a felelős állattartást kellene inkább elterjesztenünk, legalább annak gondolat az emberek között, és ennek pedig szerintem ez egy nagyon jó kezdeti lépése volt. Az együttműködésnek és az adományozásnak köszönhetőleg az eredetileg 10 millió forintra becsült fejlesztési forrás önkormányzati része jelentősen mintegy 6 millió forintra zsugorodott. A fennmaradó részt pedig a már említett német és hazai adakozás adta össze.